Üdvözlök mindenkit, ez itt nem más, mint egy újabb unboxing videó, méghozzá nem is akármiről, hanem egy AMD videokártyáról. Pontosabban egy MSI Radeon R9 270X Gaming OC Edition videokártyáról. Most az elején azonnal tisztáznám, hogy amit én vettem, nem az én gépemben lesz, ez csak simán egy unboxing videó. De akkor veszek AMD-t, hogyha fizetnek érte. Na, nézzük meg egy kicsit így külsőleg a dobozát, hát az elejét ugye látjátok, elég dizájnos egyébként. Itt egy League of Legends-es csapatnak a logója található egyébként. Ready for 3D Mark, mert ugye az kell nekünk. The Gamers Benchmark, igen. Tehát mindenképpen a 3D Mark, ugye azzal fogunk játszani, 3D Markolunk éjjel-nappal. Ez nagyon fontos, és ha nincs ez rajta, akkor biztos nem kompatibilis a 3D márka, tehát ezt rá kell rakni. Ugyanúgy a Windows 8-at is. Windows 7-tel nem működik. Na, itt elmond néhány érdekességet róla. Még találhatóak rajta az alkatrészek minőségéről is egy néhány szót, illetve a külön a specifikációját elmondja. Hát ez egy 2 gigás videokártya, 2 giga memória található rajta. Nem egy olyan nagy erőmű, mert ez egy ilyen 60 ezer forint körüli videokártya. Talán egy monthly-val valamit lehet vele kezdeni, lehet hoz valami pluszt BF-ben, a többi játékot meg hát szopja a kihez. Na, nyissuk is ki. Nézzük meg, mi van a doboz belsejében. Még egy doboz, ami továbbra is elég dizájnosan néz ki, és ha jól látom, igen, ennek nincs fedele, hanem lejön egy ilyen fekete cucc, amit minden bizonnyal itt ki lehet nyitni, ha sikerül. Na, és itt ebben pedig kapunk hozzá két ilyen tápcsatlakozó átalakítót. Továbbá, ezek egyébként tök haszontalanok. Továbbá kapunk egy driver CD-t, ugye ezt se fogja használni szerintem senki. Kapunk egy DVI VGA D-Sub átalakítót. Hát ez az, amit én soha a büdös életben nem raknám egy videókártyának se a dobozába. Illetve kapunk egy ilyen kibaszott nagy leírást hozzá, hogy kell beszerelni, meg mit tudom én, hát ez is egy nagy hülyeség. Szóval ez itt ennyi. Nézzük is meg, hogy hogyan néz ki a VGA. Mi az itt a lényeg, annak lesz egyedül értelme. Már amennyi értelme van egy AMD VGA-nak, közben csinálok egy fókuszt. De látom, hogy rettentően rondán fehéres a kép. Na, egy ilyen szivacs, és itt is található maga a videókártya, amit most innen szépen óvatosan kibányászunk. Na, szép nagy egyébként. Tehát attól, hogy AMD, azt nem lehet mondani, hogy csúnya, hiszen ugyanilyen hűtő van az Nvidia-kon is. Ezt tegyük is félre, ezt meg ide. Ezt szépen le van ragasztva. Nézni. Most nézzük meg magát a kártyát, ami így néz ki életnagyságba. Látjátok, tök szép a hűtője, ez nekem tetszik igazából. MSI felirat, hátlapja, ennek sincs, mint a legtöbbnek, és 2x6 pin táp megy neki. Jól néz ki igazából a kártya, tényleg jól néz ki. Itt van egy kis kapcsoló, ezt gondolom valamilyen BIOS lehet vele megállítgatni. Na,
leveszem minden egy kicsit a kamerát, és nézzük meg így közelről, hogy mik is vannak itt, ha megtalálja a fókuszt ez a szar. Na, kapásból azt lehet látni, hogy itt van két DVI csatlakozó. Látjátok? Illetve itt van még egy... Nézzük, ez micsoda. Az ott egy HDMI. Vagy nem? Nem, az egy DisplayPort. Akkor ez lesz itt egy HDMI, ha minden igaz. Igen. Az egy HDMI, a felső pedig egy DisplayPort. Hát mostanában valahogy így csinálják az összes videókártyát, mert két DVI szokott lenni rajtuk, egy DisplayPort, meg egy HDMI. Egyébként tök jól néz ki. Szép ez a hűtés is, meg minden. Ez a Twin Frozer-ös hűtő. Itt egy szép embléma. Ez egyébként ez a teljes hűtő, ez műanyag, csak ez itt fém, meg ez. De hát maga ez a borítás, ez egyszerű műanyag, úgyhogy annyira nem egy olyan nagy valami, de igazából szépen néz ki a kártya. Minden oldalról szépen csillog-villog a kamerába, hűtője neki, meg az MSI felirat. Na, tehát akkor ez lett volna ez a 1920x unboxing videó. Próba nem lesz, meg semmi, mondtam, nem az enyém, nem én vettem, illetve AMD-t én ugyan nem rakok a gépbe, addig, amíg azért külön nem fog fizetni valaki, nem, hogy én fizessek egy ilyen kártyáért, vagy bármilyen AMD-ért. Úgyhogy remélem mindenkinek tetszett. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!